Sziasztok, kedves nézők! Örülök, hogy velünk vagytok az M3 autóparban. Egy újabb autónk lenne eladó darab. Nézzétek meg ezt a kis filmet, hát ha sikerül a döntésben segíteni. Tehát az autónk, amit megnéznénk, az egy 2005-ös évjáratú Mazda 2-es. 1.2-es benzinmotorra rendelkezik, nagyon szép kopásmentes kormánnyal, és ez egy multikormány, ami a gyári zenét vezérli, ami ugye CD-t is tud még pluszban. Ha már itt tartunk középpen, akkor van egy manuális klímánk, ami üzemel is. Én kikapcsolom, mert inkább hideg van, mint, vagy inkább meleg legyen, mint hideg most már. Aztán 5-sebességes váltónk van itt a középső részen, kézzel tudjuk rakosgatni a sebességet, ugye nincs megkopva rajta semmi, nem csak ott, hanem ugye ott is látható. De miért is mondom ezt? Hiszen az autónkban 114 ezer kilométer van, amit ugye itt a szervizkönyve is igazolni látszik, ugye, és azt is tudjuk nagyon jól, hogy nagyon jól indul az autónk. ABS középpen, a légzsáklámpa és minden, aminek el kell aludnia, elaludt, a többi pedig egyértelműen úgy van, ahogy kell lennie. Kézifék, nem vagyok bekötve, meg nyitva van az ajtónk is pluszba. Na és akkor nézzük meg az érdekességet, ugye 114 van benne, és 106 ezer kilométernél cserélték a vezérmű szíjat rajta, 2016. harmadik hóba, ezt ugye Ferik és Peti kollégámmal néztük, hát éppen vele lapozgattam ezt a gépkönyvet is. Vannak jó kis ilyen rekeszecskék, ide lehet belepakolászni dolgokat, oda is bele lehet dugni, az oldalzseb is benne van. 4 darab elektromos ablak van az autónkban, amik üzemelnek, dolgoznak, és van benne sok légzsák, legalábbis itt előttünk oldalt, és van még ugye a hátsó légzsák is, azt is meg fogom mutatni. Itt az oldal légzsáknak a címkéje valahol, majd hátulról megmutatom. Ilyen az ülése egy 110 000 km futott autónak, és itt a kis belépőn látszik, hogy Mazda 2-be ülnénk be, ha nem látnánk hirtelennyében. Az autónkban 4 elektromos tükör, fényszóró magasság, állítás és kormány oszlop állítási lehetőség van. Szerintem ez egy mutatós darab, de én először is akkor ide nézzük itt hátulra is be is fogok ide ülni. Ekkora hely van a hátratolt ülés, utána még mögött itt az oldal légzsákunk, és ugye, mint mondottam, itt van még légzsák, méghozzá ott fölül látható a szöveges rész, és nem csak ott látszik, hanem ott is a légzsák felirat. Na akkor kiszállok, amúgy ezeket az üléseket lehet szépen állítgatni, föl lehet borogatni, és izofixes is, tehát lehet beleszerelni gyerekülést, amúgy is lehet, de az egy könnyebb, gyorsabb dolog. Na és akkor nézzük meg kívülről. Az autónk sötétkék színű autó, gyári Mazda, alufelnivel van szerelve, és a gazdája pedig szerelt rá jó gumikat, amik még most is jók rajta. És kinyitom a hátulját is. Könnyedén nyitja a gázrugó, meg is tartja, és itt van a rolónk is, amit tudunk használni, hogy elzárjuk a tekintetek elől a csomagjainkat. Hát ha valaki másnak is megtetszik, amit vettünk. Az autóban benne van a pótkerék, kerékkulcs, emelő. A pótkerék természetesen szőnyeg alatt helyezkedik el. És akkor ezt becsukjuk. A motorunk amúgy 1.2-es benzines, és ugye 75 lóerős. Szépen viszi a kaszninkat, amit ki fogunk veletek együtt majd próbálni. Úgy látom különben, ha már itt tartok, ez egy egész újszerű tárcsa, és a betéteket is most cserélték rajta nemrég. Nem kopott a lámpatest, tehát nem ilyen sárgás, mint szokott lenni némely esetben, sajnos ugye megsárgulnak a műanyag lámpák, szélvédő is épp, és a mociát azért még meghallgatjuk. Sikerült is megoldanom. Az aksi egész újszerű, könnyen indította a járművünket, és itt vannak a karbantartásról, Mazda szervizbe hordták őt, illetve itt van a vezérlés cserének az időpontja, és az óraállás, tiszta tartály, csendes, nyugodt járású motor. Ki fogjuk próbálni, ha van kedvetek, akkor gyertek velünk az M3 autóparkkal, legalábbis Ferivel, Petivel, és velem egy rövid próbakörre, ott megnézzük még menet közben, hogy húz a masina, meg hogy vált, úgyhogy üdvözlök benneteket, a viszontlátásra!